Mi lenne, hogyha félretennéd kicsit gondolatban azt, hogy hogy nézel ki? A nyugati világ az folyamatosan azt nyomja és löki az arcunkba, hogy te legyél a legjobb, neked kell lenni a legerősebbnek, a legszebbnek, a legügyesebbnek, mindenből a leglegleb, és el tudod érni, csak hinni kell benne és megcsinálod, ez az, gyerünk, te legyél a legjobb. Keleti gondolkodás az ezzel szemben azt mondja, hogy ez az egész csak illúzió, folyamatosan vágyakat kergetsz, amiket soha nem lehet elérni, mert mindig lesz, aki szebb, vagy jobb, vagy erősebb, vagy ügyesebb lesz nálad. Az az igazság, hogy mindkettő nézetrendszernek megvan a maga létjogosultsága, és én azt gondolom, hogy valahol a kettő között az arany középúton legjobb és legérdemesebb maradni. Igaz, hogy mindig lesznek jobbak. Viszont, hogyha magunkhoz mérjük magunkat, akkor lehet fejlődni szépen, nyugodtan és haladni az úton. Azért kezdtem a videót azzal, hogy tedd félre a külsőt, mert az a legsarkalatosabb pontja a kajálásnak, mozgásnak, ennek az egész életmód témának. Bár már beszéltem róla, hogy a szépségnek vannak exakt tudományos mérőszámai, meg is nézted ezt a videót, hogyha még nem láttad esetleg, ugyanakkor ez egy kicsit szubjektív is, illetve ez sajnos eltorzíthatja a testképzavar és az ego. Egy férfi túl izmos akar lenni, egy nő pedig túl vékony általában. Habár szinte mindenki a szépség miatt kezd el edzeni, mégis azt mondom, hogy jobb, hogyha ezt félreteszed. Persze, hogyha testépítésben akarsz versenyezni, akkor nyilván nem teheted meg, de a hobbi sportolóknak ugye 95%-a nem akar versenyezni. Ezért a legjobb hozzáállás az az, hogy a külső az csak haba tortán. Az a kellemes plusz, de nem azért edzünk, hogy szépek legyünk. A legfontosabb hosszú távú célnak mindenkinek azt kellene kitűznie, hogy egy hosszú, egészséges és tartalmas energiával és vidámsággal teli életet éljen. A boldogságnak nem elégséges, de szükséges feltétele az egészség. És az az igazság, hogy az egészség és a teljesítmény az egy ideig nagyon jó kéz a kézben jár, viszont egy ponton elkezd ellenkező irányba mutatni. Ha elkezdesz mozogni és arra figyelsz, hogy milyen teljesítményed van az adott mozgásodban, és próbálod mindig edzésről edzésre jobbá válni, az tök jó. Hogyha emellett elkezdesz a kajára is figyelni, az még jobb. Hogyha figyelsz arra is, hogy eleget pihenj, nagyon-nagyon jó. És hogyha emellett még szánsz időt a családodra, barátaidra, fejleszted magad, olvasol, kultúrálódsz, művelődsz, az meg szenzációs. Ne legyél egydimenziós, ne a körülforogjon az egész életed, hogy hogy nézel ki, vagy mondjuk, hogy milyen erős vagy, mert az meg a másik, hogyha valaki a teljesítmény irányába megy el ilyen szempontból. Hogyha így módon megadod a testednek mindazt, amire szüksége van, akkor egyre jobban fogsz kinézni. Akkor is, hogyha nem erre koncentrálsz. Hiába nem ez volt a fő célod, a többi dolgot helyre raktad, és ez szépen lassan megmutatkozik kifelé. Persze nem azt mondom, hogy egyáltalán nem érd a dolgokat, de hogy nem, nyugodtan mérd, hiszen ez egy jó mutatója annak, hogy abba az irányba haladsz, amiben szeretnél. Hogyha hetente megméred a derekadat, mondjuk, hogyha fogyni szeretnél, és kevesebb lett, akkor tök jó, jó irányba haladsz. Hogyha ugyanannyi, akkor egy kicsit változtatni kell a kajáláson, vagy a mozgáson. Hogyha pedig még több lett, hát akkor valamit nagyon át kell gondolni, hogy nem úgy csináltad, ahogy kellene. És azt is lehet, hogy havonta leméred a vállad, karod, lábad, mindenedet, és akkor szépen összehasonlítod, de erre nem kell ráfeszülni. Nincs verseny. Nem kell neked formát időzíteni, és semmi baj nincs, hogyha mondjuk az előző hónaphoz képest kicsit visszafejlődtél vagy stagnáltál, akkor le kell venni a konzekvenciát, kicsit módosítani a dolgokon, és lehet szépen haladni. Egyáltalán nincs az egésznek tétje, te már jó irányban vagy, mert mozogsz és figyelsz a kajára, és ez tök jó. Ezeket a méricskéléseket már kifejtettem egy másik részben, nézd meg azt nyugodtan, most nem teszem ezt meg, de az a lényeg, hogy nem ez a lényeg. Hogy ne nézeges magad állandóan a tükörbe. A legnagyobb ördögi kör, hogyha másokhoz hasonlítod magad, hogyha választasz egy külső példaképet, ugyanakkor az is szenvedés, hogyha olyan fogalmakba bonyolulsz, mint hogy tökéletes. A tökéletes az megegyezik azzal, mint a matematikában a végtelen. Az megfoghatatlan. Mindig tudsz egy nagyobb számot mondani. Ugyanígy a tökéletesnél mindig tudsz alakítani a testeden egy kicsit kevesebb zsírit, egy kicsit több izomot. Nincs olyan, hogy tökéletes, egyszerűen megfoghatatlan. Lehet szépen haladni, de nincs olyan, hogy tökéletes. És ne is a tökéletes legyen a cél. Legyen a cél, az elég jó. Mindig lesz erősebb, mindig lesz jobb, mindig lesz szebb, mindig lesz ügyesebb, mindig lesz okosabb, mindig lesz viccesebb.
nem kell semmiből leglegnek lenni, és nem kell tökéletesnek lenni. A cél az elég jó. Az arany középút. Ugyanakkor lehet közben haladni boldogan, úgyhogy élvezed az utat és fejlődsz.